Hello, sziasztok, srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt van Slepsényben, ez mellettem a 30-as fővállaminő, jöttem Székesfehérvártól, mellettünk meg ez a 27-es vonal, ami megy tovább Hajmáskén irányába, ezt fogjuk most beállni. Pedig kibúzva ez is a duót. Láthatjátok, hogy be egy kis bozothatos rész gaz. Inkább úgymond ezt. Fordulunk vissza a Lepsény állomás felé, és akkor induljunk is el. Láthatjátok, a felépítmény az talpás, gondolom 48-as. Sinek szerint még nem láttam, de Hajmáskétől van a vonal szervényezve. 2 kilométer múlva meg ugye majd jönni fog Lepsény fels, amit ugye 1960-ban tettek meg, tehát valószínűleg már nagyon nyomát nem fogjuk megtalálni. Legalábbis én ezt gondolom, és akkor azért mutatján gyumban kell áthadnom, és ez mindig a déli parti vonal, a 30-as nemzetközi fővonal, Székesfehérvár, Balatonszentgyörgyi, Gényes, ez a fővonal, még nem láttam kint vas nézetet, de biztos kint van, és akkor adjunk tovább. És bátkezdésnek ilyen nagy gyungankát átjelem, és ha megfordít, akkor már láthatjátok itt a villamozái, eddig van kiúzva a duót, a balta, tehát annyit, hogy ugye 2000-es bezárásunkban be megszüntetve, tehát ez még a sokos nedves talp az, de hát nem szeretnék túl csinálni, de attól tud csúszni, megint itt van Lepsény báti főjelzője. Én mindjárt meg is nézzük, hogy egyáltalán működik-e. Tudtam, Lepsény talpok kezdik ki van látva a forgalomból, és látjátok, vörösét mutat, tehát nem lehetett bejárni, és ugye ez egy hibázéses főjelző. Sokáig mutatja az ország sampós volt, csak szeretésítően két betalj kezdbe, akkor tehát ez szerint, hogy eddig lenne jártó, de ha visszafordunk Lepsénybe, akkor is azért választjuk meg, hát szinte a kárga az esenye gozos, hogy ott már bár nem tudná én meg idáig sem szerintem eddig jártónak minősíti. És akkor nem jön semmi. Átmegyünk, és akkor itt van ez amtat sampa, és akkor ott van a lehetett benne a végre csatlakozott pályátában. És akkor itt van egy, hát szerintem ez egy kifejezett váltó lehet. És akkor vegyi padvágány kiágazás is arra a telephelyre. Szerintem ezt se használják már. És ha ez inkább volt Lepsény felső, illetve Balaton főkaját felé nézünk, és még a lampószapok azok megvannak, bár nem lehet. Szerintem a forgalmasunknál is
egy-két amit után, mióta itt vagyok. Meglátjuk, hogy ha elérünk podcasting, még nem tudom, majd kidehagyott kint be a büdös négyzetmegye popkesztől lefelymeskédig nincs kizárva a bal, és meg hozzák is van rendszeresen terforgalom még az a szakaszon, tehát az még életben tartja a szartest. És itt van egy újabb útát járom, de ami látszik, hogy gumiellemes, és itt is kint van két betal kezben a járhatóságot jelző terész, és láthatjátok betonaljas, és hát kicsit dobáljunk, de az betal ezek álltom ellen betal kezdek már egy régebbi betal kezdek. Látszik, hogy ha két betal szerint meg ez a régi, ez pedig a mi esik el, hogy távhadni az éjszakpart balton rukajád elé, és láthatod így szép ívet dobopályás hadunk az éjszaki part felé, és akkor így meglátjuk meddig fogunk jutni, kezdjük ilyen eljutni, de ha már bejtelgel jutok, az szerintem bőven tökéletes szerintem, és innen már jelse ugye a tartás rész. És akkor meddig a szemátnyeres a pálya, visszafordulunk Lepsény irányába, és egy vezeték, nem tudom, ennyi boldos, mert ezt megmondjátok, és ha a Csömban Kollégyre és Ködban, és ez már gyakorlatilag a pusztatát kértünk Lepsénybe, és hallunk Tárbaton Fülkár felé a északi partra. Kamaszra az most fog átmerdem 7-es hamtópálya alatt, és ez ugye Balatonfülkajár felé nézünk, és fordulunk, hogy Szerbszényfél volt azért kisebb bozotharc is fél fel van mutatni. Azért már talán kicsit, mint a kötöz felszakadozott volna. A felépítmény az úgy-úgy változatlan, tapva, és gondolom 48-ság legtöbb van, 48-as színek vannak, és láthatjátok eddig a szemellát, egyes a pálya. De akkor hagyjunk is tovább. És akkor elkezdtünk egy újabb utányázatára gazos, és a távol meg már szintolatban a főkártyák, és akkor mutatod, hogy eltünk Lepsény feldobott egy szép ívet a pály, és akkor elfogtam adni bad a főkertben, mert csak nem csak oda fogunk érni, meg Paton főkertnek a épet az úgy tudom, hogy meg is látták ezen a badát se tudna jönni, és szinte ez nem földutas átjó, tehát csak entraktok használtság, gondolom. Sokázban bátor főkák, akkor rá éppen láthatjátok lakot meg az ötök, de agyába el lehet olvasni. És ha kicsit arrébb megyünk, ott lesz majd a felvétel éppen a bátor főkajának, és akkor
láthatjátok, hogy a pályállapotok ilyenek, és akkor tekintsük vissza az én lepszény irányába, amelyről jöttem. Hát szerintem na-na, falu vagy község vagy városban, tehát nem tudom, majd utána ezek aztán majd kiírom. Na a szélén most szerintem a vasútállomás, én szerintem. Sokkal ez volt váltok főkák a felvételben, tehát pedig nincsen még, de láthatjátok, hogy bamlik macsetés leszakadt így szét. És akkor el fogunk támni a következő megálló állomás, tehát az biztos, hogy álmosodtság fog következni egy 3 kilométer múlva, és megy utádjáró is. Úgyhogy hagyjunk is tovább. És akkor elkezdjünk ebből fénysapos utádjáró az alje. Fényszobók nem lettek leszelve, és még láthatjátok, hogy villagnak ez 242, amit ad a szampó. És ha fordánk szánk, akkor de parton főkaján tepés felé tudnánk befelhalni, de mi a vasúton mentén megyünk az északi parton, Csajág felé, és ha visszapillantunk, akkor Lepsény irányába nézünk, de akkor beszélünk kicsit a vasúrának is a története, és csak közben átmegyek, és akkor megfelelünk. Szóval itt mindenképpen akartam mondani, hogy 2018-ban a Bakonyi Vasútszövetség szerte be a hangszeres udejtsák egy azt hiszem Győr Jófok van gondolkod, hogyha jámlékszek, de javítsatok, hogyha netán tévednék sikert szerünk, ha jól látom a 247-es szerünk. És ott a távol volt a busz megálló is, de akkor hagyjunk is tovább. Csak fejtett, hogy már váltanom, elem betak, és 48-as sinek. Valószínűleg ez már csak beállt elő érzel, tehát nem úgy beszél. Csáktól lesz még egy felülje, az a 29-esek a végig nyomva alá ment. És akkor fordunk vissza Lepsény irányába, még mindig ahogy lát azért még nagy a kód, de ahogy láthatjátok, a pusztaságban vagyunk még. És ez már bizonyság volt, hogy fűjelze, láthatjátok, egy kicsim bozott hadszereje lesz így csak eltott meg járt egy felbe a 29-esre végig nyomva talán, de csak tippet akarsz azért. És akkor erre visszatekintünk, akkor voltam főkaján Lepsény irányába nézzünk. Itt lehetett valami, már nem panóna tudnék én tippelni, hogy itt volt még ebben megálló, csak ugye elmondottak mi a vonal életében, de majd utána nézek maximum, aztán majd kiderül, hogy le volt itt valami megálló, vagy sem. A felvid az úgy változott, talpásnél volt betonaljas a pálya. És
48-as színek. Meg láthatjátok, már eddig ki van húzva már a felső vezetékmérge. A 29-as volt, azt ugye villamosítják egészen Szabadbocsán és Füred között, mert Szabadba csak a D-part, mert ki volt húzva eddig is a drót. Csak elkezdünk Csajág állomása, innen jött a 27-es, így át a 29-es bőva, ami az éjszépes, akkor el fog táv folytatottság alsó felé, és ugye azért a 29-es egy picit csak szobor, ugye azt megállítani, Székesfehér, Balaton, Feld között autóbuszok járnak. Lassítják a Szabadbocsán, Balatonfeld között a pályát, de ezt szerintem már említettem. És akkor ilyen Csajág állomás a Feld felé nézünk épp. Ja. És akkor a Csákpár kiágazásában itt van Bemozdony Áli jelzés. Visszapordunk akkor Csákállás fejezre, ami nem a terpésen van, hanem még annak kintebb is. Meg a visszapordtám is érdekel. És akkor el fogunk támenni a kertkezegre. Azt szerintem 1 kilométeren belül lesz Csajág alsó. Sokkal elkezdtünk Csajág felső megállgondom, csak ilyen egyszer kis megállájai volt. Láthatjátok a csajszót már ellopták, vagy csak a felső van, mert ez volt a pedón. És itt lehetett várni a Balatot. Ha ez akkor Küngő és Berhíd a Popkeszi ányába érzünk el, akkor pedig a Csági Nagyamás felé nézünk. És akkor ott van egy Andráskeresztes utájáró, illetve egy kapcsolószekrény is van, tehát itt egy vény sampó. Ezt mindjárt megtudjuk. Ez a mézika csatlakozók a helye. AS-205-es, tehát amtalt a soromból le. Lehetett itt fénysomba, csak ugye megszállték, és akkor itt már láthatjátok, hogy már ez itt, ha erre mennek, akkor de Csajág telepés lenne. Én pedig innen Csajág felső szeretném megköszönni a figyelmet, ennyit mond ez a kis 27-es vonal. Beás, eddig jutottunk, legközelebb majd Popkeszig fogjuk majd folytatni, tudjátok, lehet lájkolni, diszlájkolni, kommentelni is, illetve feladkozni, és akkor majd találkozunk egy legközelebb videóban. Addig is, sziasztok!